Desszert után mindig kért egy darabka kolbászt, hogy kocsonyak is megpaprikázza, ne legyen édes a szája. Csupa olyan dolog jut eszembe, ami nem a történethez tartozik. Persze, minden a történethez tartozik. Én vagyok a történet. Úgy érzem, mintha be lennénk zárva ide. Mintha rajtunk kívül már nem élne senki sem. Még van időnk? Mennyi időnk lehet még? Igen. Nagyon szépen kérem, nyissak ki az ajtót. Csak egy pillanatra. Hogy láthassuk, hogy ki van az ajtó előtt. Nagyon szépen kérem, nyissak. Így is jó. Jó, így is jó. Hát akkor mesélem tovább gyorsan. Nagyon ügyesen mindent rám csúsztatottál. Persze tudtam, hogy ez is elkövetkezik, de tudja-e, hogy rettenetes kegyetlen magától, hogy mégis itt maradt. Elfoglalta az ágyamat! A téren láttam az édesapját először. Igaz, utoljára is. Nem, csak akkor lesz igazán utoljára, ha már meghalok. Hiába, én ilyen kényszeresen. Három évet kaptam először. Ebből hármat leültem. Amikor szabadultam és mentem át a téren, jött szembe velem az édesapja. Nem tudom miért, de olyan volt ez nekem, mintha az első embert látnám három év után. Férfi. Ennek is jelentősége volt. Férfi. Egy ilyen kis szobám maradt, egy ilyen hátsó szoba. Abba pakoltam be mindent, amit még meg volt szabad tartanom. Mondták, hogy elveszik ezt is, azt is, hát vegyétek, valahogy nem érdekel. Nem féltem akkor. Mindig hozták a papírt, hogy írjam alá, elveszik ezt, amaszt. Csodálkoztam rajta, hogy még ezem is van nekem. Ezek olyan gyerekes dolgok. Csak hogy jött egy levél. A Döblingi bíróságon a szeptember 2-án lesz a tárgyalás. A rokonságom szerint, mármint a férjem rokonairól van szó, akik szerint már én sem élek, meg akarják szerezni a fürdőt. Tudtam, hogy kinek a keze lehet benne a dologban, ki keveri ezt meg, a záza. Ez a záza, ez teljesen bolond volt. Úgy is hívtuk, hogy Zuzi. Már ő sem ért, a férjemnek volt a nővére ő. Lehet, hogy teljesen bolond, de az is lehet, hogy nem. De nagyon csúnya volt. Azt is mondták, hogy nem volt soha senki, no én azt azért nem hiszem. Na, egyszer tügyében azt mondja nekem az áza. Beszél franciául? Ezt most én is kérdezem. Mert ő kizárólag franciául beszél. Valami svájci intézetben tanították, de mint hogyha a gondolát tanított. Szóval egyszer bőjében azt mondja nekem az áza, amikor én már kultúrnép voltam, maga még majom volt a fán. Szívem. Még azt is mondta ez a bolond záza a hátam mögött, hogy micsoda illetlen dolog, grófnő egy rendes zsidó családba egy magyart. Még el se kezdtem. De nem lehet a végére érni. Így nem lehet a végére érni. Hanem azt írta az ügyvédem, ha nem jelenek meg a tárgyaláson, elveszíthetem a pert. Mesélte a férjem nekem, hogy ebben a fürdőben szeretett először fiút. Hát ezt a fürdőt akartam. Semmi más, de ezt a hülye fürdőt, igen.
Azt is mondta, hogy sárga kerámiából van építve. Sárga kerámia. Valahogy előtte volt az egész. És ez már az enyém volt, mert ő már nem jött. Na, most mit csináljon az ember, ha itt már nincsen egy rendes nexusa? Azt kelljen bizongatnom, hogy élek, ha nem élek. Azt mondja nekem az az ember ott a rendőrségen, hogy ide figyeljen, tisztelt asszonyom. Ne zakasson minket ilyen hülyeségekkel, hanem ha még van egy rendes, kényelmes fotelja, akkor üljön bele, és várjon ki szépen a végét. Na, hát éppen ez az. Jó ember. Hát a saját végé, asszonyom. Na hát akkor nyaljátok ki a seggemet, mert így nem fogunk veletek diskurálni, és a bosszúvág is hajtott záza ellen is. Micsoda gyerekes dolgok. Pokolian meleg volt a nyár. A téren rosszul lettek az emberek. Egy ilyen kisebb kofferba pakoltam, fölvettem az ön sejendolámat, és így indultam ki az állomásra. Reggel 8-20-kor indult a vonat. A retikülőben a legfinomabb útlevél, a fényképen is benne volt. Na hát akkor, jajátok ki, adjú, megyünk. Éppen kezdek nézelődni, amikor elindult a vonat, elhattuk a pályaudvart, képzelheti. Amikor egyszer csak feltépik a kupém ajtaját, két férfi beront, hogy ő az. Ne mozdulj! Így, hogy ne mozdulj! Még arra is gondoltam, hogy a ozsonnámat majd énnel fogom költeni. És akkor ütötták fel a kupém ajtaját. Micsoda pástétomok vannak ott és saláták. Majdnem olyan híres, mint a Zacher. Legalább annyi időt hagyhattak volna, hogy végig gondoljak egy-két salátát meg pástétomot. Ismeri Démelt? Rögtön verni kezdte. Az egyik a függönyt húzta be, a másik a tenyerét a számra szorította, és a harmadik ütött. A legkisebb ütött! Nem a szégyen miatt, nem. A szégyenhez is hozzá tudja magát szoktatni az ember. De mit fennet nem lenne pontos sorrendje. Az egyik ütött, a másik taposta az arcomat, a harmadik csak állt. De például, hogyan kerültem a földre? Ha a fejemet fogtam, akkor rúgták a hasam. Egyszerre mindent nem lehet eltakarni. És semmi hang. Képzelj. Amikor először csinálják, akkor még az ember nem érzi. Nem tudom, hány napig tartott az első, nem tudom, lehet, hogy 3 napig. Másodszor a tavasszal vittek el, és akkor arra gondoltam, hogy nem, ezt még egyszer nem lehet. Van valami másik időszámítás. Valami pincébe dobtak, amikor magamhoz tértem, éreztem, hogy ezt már nem bírom. A kabátom ujjait a nyakamon megcsomoztam, és húztam, hogy meghalljak végre. Persze nem volt erre. A másodikban már az első is benne van. Ebben már az édesapja is benne volt. Talán végette is akarta megölni magam, vagy miatt. Nem mondjam. Kicsit összekeverednek az idők. Köszönöm magának, hogy ezt elmesélhetem. Nekem megkönnyebbülés, most már nem fogom tudni abba hagyni. És utána rettenetesen nehéz lesz, de most jó. Nem akarja, hogy megmutassam, hogy hogyan akartam megfojtani magam? Aztán majd mesélem tovább. A kabátnak az ujjait a nyakamon megcsomoztam, és így húztam, hogy meghalljak végre. Ó, én magad. Azt hittem, bármit is elkerülhetek. Bocsásson meg nekem. Túl sokat beszéltem, és közben megfeledkeztem magáról.
És azzal a lányal mi lenne? Nem, ne jöjjön közelebb! Maradjon ott, üljön le! Most nem bírnám az érzelmeit elviselni. Mi van? Kicsit össze-vissza beszéltem, nem történt semmi. Most majd megpróbálom elképzelni, hogy mi lett azzal a lány. Sír. Aztán megvigasztalódott. Ezt a lányt csak nekem találta ki. Csak nekem találta ki, hogy beszéljen. Hallgat. Így történt. Kegyetlen vagyok? Hallgat? Hát akkor hallgasson! Engedje meg, hogy kinyissam az ajtót. Akkor inkább üljön át egy székre. Szeretnék elmenni. És feküdjön le. Én megmosdatom, lefektetem, betakarom, de mesélem tovább. Soha sehol senkit nem tudtam szeretni. Én tiltakoztam, ezt ne felejts el. Viselem az apám testét. Én is akartam, persze. Az ember csak a szülei testét visel. Nincsen más neki. Menjen, ha akar! Szégyellem, hogy ez a test nem én vagyok. Gyenge vagyok. Menjen, hát! Akkor volt jó, amikor elhagytam ezt a lányt. Akkor megyek el. Akkor volt nagyon jó, igen. Igen, akkor, amikor elhagytam ezt a lányt. Nem hazudtam. Menjen! Még mondjunk valamit. Hogy lássam, mennyire gyága vagyok, még arra is megkérem, hogy segítsen. Magának most már úgyis mindegy. Elmegyek. Segíthet is. Más nem tehet. Nem szégyellem, kérek. Segítsen! Megemeltek.
Ha pedig a kezében hozta, akkor csak bólintott, szinte észrevétlenül. Én persze nem bizonyoztam, nem. Néha megállt egy pillanatra, mintha mondani akarna valamit. Én nem, én mentem tovább. Olykor jött utánam, jaj, hogy ismertem a lépéseit. Nem akartam beszélni vele, beszélni azt nem, soha csak nézni. Néha pedig megállt, mint hogyha mondani akarna valamit. De kialakultak bizonyos szabályok. Például volt, amikor egyszerre léptünk, bal-jobb, mennek a majmok. És tudtam, hogy ő is azt érzi, és akkor nagyon boldogok voltam. De volt, amikor még véletlen sem léptünk egyszerre egyetemre, olyan nagy volt a szomorúság. Mindig sütött a nap. Szép voltam, sápadt. Mint a lány, akit kitalált nekem. Nem hazudtam. Néha pedig azt játszottam, hogy eltűnök. Nem hazudtam. De csak rövid ideig, mert tudtam, hogy ez fáj neki. Máskor meg ő ment elől, én mentem utána. Egyszer este lett. Egy kapu előtt megállt, és szembe fordult vele. Ezt nem értettem, megváltoztattam a szabályokat megint. Láttam, hogy a csengőn a keze csörget. Valaki már végülről nyitotta is a kaput, és akkor intett, hogy menjek. Ez olyan természetes udvariassággal, mint hogy ez a világon a legtermészetesebb dolog lenne. Így vezetett át az udvaron, egy ajtó előtt megállt, kinyitotta nekem. Nekem nyitotta ki, ezt éreztem. És én beléptem. Fehér nemeszállt falak között voltunk, szép tiszta szobában. Fehér ágy, fölötte feszület. Fehér szék, fehér kanna és labor, tőlünk között semmi más. Csend volt, mint most. Addig simogatott, mert nem ölel, illetve ölel. De úgy, mintha én lennék benne. Mindent simogatott, kívül is, belül is, a számat, mintha a méhemet simogatta volna megállás nélkül. Én tudtam, hogy miért, csak azért, hogy beszéljek, de én nem, soha egyetlen szót se szóltam neki. Soha. Aztán, mintha elájultunk volna, vagy elaludtunk. Egymás karjában aludtunk el. De mintha mégis láttam volna ezt a szobát. Így történt. Délután vittek el másodszor. Hátulról puhán belénk karoltak, a fülembe súgták, hogy egy szót sem. A szememet bekötötték. Kétszer voltunk ebben a szobában. Összesen kétszer. Én nem szóltam. Miért is szóltam volna kinek? Ugyanis tudtam, mi következik. Azt hittem, tudom, mi következik. Az egyik ütni kezdett. Nem. Aztán ketten ütöttek. Elég. A harmadik nézte egy fotelból. Nem. Gumibotokkal ütötték a talpamat. A harmadik halkan kérdezett. Zsót tömtek a számba. Elég. Egy pincébet értem magamhoz. Jaj, milyen érdekes, még mindig élek. Újra vittek, kopogtak egy ajtón, amikor megálltuk, valaki kiszólt belülről, hogy lehet ez, nekem olyan volt, mintha az ő hangja lett volna. Az ajtót kinyitották, ő ott ült egy íróasztalnál, egy nővel beszélgetett. Először ránk sem nézett, a nővel beszélgetett, de ezek átadtak neki egy dossziét, és kimentek. A nő is kiment, de még visszajöttet, hogy majd folytatják. Ahogy nem ismert föl engem, én viszont nézettem őt, és végre láttam. Fölugrott, fogta a kezébe a dossziét, amit odaadtak neki, de akkor már hiába. Hadd került ezt a hülyeséget kérdezte tőlem. Egyetlen szót sem szóltam neki, soha egyetlen szót sem. Az, hogy én természetesen nem vállalom, még ezt a hülyeséget mondta nekem, de én szerencsére
soha egyetlen szót sem szóltam neki. Soha. És kirohadt a szobából. Aztán megint vittek, megint a pince. De én semmi más nem éreztem, csak azt, hogy ott van fölöttem. Csak azt éreztem, hogy ugyanabban a szobában vagyunk. Fájt a ház. Ugyanabban a szobában voltunk. Hiába csináltam úgy, hogy megint reggel menjek át, nem volt sehol. És délután sem. Azt hittem, soha többé. Aztán egyszer mégis ugyanúgy jött, mint régen. Jött szembe velem. Nem gondoltam, hogy ez ilyen lesz, de hát végül is eltelt már egy év. Nyár volt. Jött velem szembe, megállt, én is megálltam, így álltunk ott a fényben, egy normális délelőtt jöttek mentek az emberek. Aztán ő elindult, én nem mentem utána. Ez volt a hosszú. Aztán ott voltam másnap reggel is, és utána is. Nem szerettem volna elfelejteni, nem akartam elfelejteni őt, csak hosszút akartam állni. Elvégre jogom van itt átmenni, ehhez jogom van.
most az egyszer. Nézzen hátra, Mária. El szeretnék búcsúzni magától. Elmegyek. Ezt nem értette, de nem szóltam egy szót sem. Soha, soha nem szóltam egy szót sem. Szájba lőtt. Hát, befejeztem.